Befejeződött az idei hévízi nemzetközi sakkfesztivál. Ezúttal a Gamesz éttermében ültek asztalhoz a versenyzők. 9 forduló várt rájuk, és voltak visszatérő résztvevők is. 11. alkalommal van ez a fesztivál, de nagyon különböző kategóriájú versenyek, ezen kívül is sok volt már hévízen. Hát hévíz is a sakknak az egyik fellegvára, nyugodtan mondhatjuk. A versenynaptárban milyen helyet foglal el ez a sakkfesztivál? Hát ugye, mint minden sportágban, mi is megcsináljuk az éves versenynaptárt, és a hévíz az már évek óta egy ilyen fix pont benne. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a kiemelt versenyek között van, mert tényleg egy rangos mezőny van most is. A mezőny tagjai az élő pontszámok alapján eltérő játékerőt képviseltek, így ennek megfelelő kategóriákban indulhattak. 3 különböző csoport van, egy nagymester csoport, ugye az a legnívósabb. Ott játszik 3 ifjúsági korú magyar fiatal. Őszintén szóval a verseny szervezésénél ez döntő szempont volt, hogy minél több válogatott fiatal hadd játszon, ez egy nagyon jó verseny nekik. Ez egy 10-es kategóriai verseny. Itt ezen a versenyen egy Pacer nevű szlovák játékos vezet, valószínűleg nagymester normát is csinál. A mi fiataljainknak pedig hát ez egy nagyon jó erőfelmérő. Úgyhogy ez körmérkőzéses rendszer, a nemzetközi mesterverseny szintén, és van egy 62 részvevő, 16 országból egy svájci rendszerű verseny. Minden környező országból, de Hollandiából, Norvégiából is érkeztek versenyzők. A sakk persze olyan nemzetközi sportág, ahol egy-egy országot gyakran más nemzetiségű versenyzők képviselnek. A sokszínűség példája Ali Habibi, aki hajdan iráni volt, majd európai lett. Nekem csak úgy magyarázni, hogy csak egy művész munka, inspiráció, kommunikáció, hát tanulja új kultúra, nagyon tetszik, hogy itt magyar ember kedves vagy, szimpatikus nekem, akkor ezért én többször ide jön Magyarországba, én Németországba él, nekem is rendezi a sakkversenyt Svájcba, játszani az első osztályás. Mondtam, most én fiatal szinior vagy, 60 éve, voltam Görögországban, világ szinior bajnokság, játszottam Európa bajnokság, itt többször játszottam a Balaton Lele, Balaton Berén, nekem tetszik itt. Én nem tudom, hogy tanultam magyarul, emberek nagyon szimpatikusod, akkor én kérdeztem valami angol vagy németul, emberek azt mondta, nem értem, nem tudom, én gondoltam, ha akkor tetszik az országba, szereti az ember, akkor te muszáj tanulni a nyelven, utána jobban tud kommunikálni. A játék több száz éve jószerével ugyanaz, bonyolultsága miatt azonban máig határtalan lehetőségeket rejteget. A fiataloknak sem kell kiszabadulniuk a számítógép vonzásából, ha komolyan gondolják, hogy a legjobbak közé akarnak tartozni. Egy sakkhoz egy versenyre, egy játszmára készül, leül a gép elé, beadja azt a bizonyos állást, amit ő elképzelt, hogy azt szeretné játszani, és 100, 1000 akárhány példát talál rá, és hát ezt valamilyen szinten végig kell pörgetni ahhoz, hogy ugye az információ friss legyen. Nagyon elszántnak kell lenni annak a fiatalnak, aki ezt komolyan gondolja, mert elkezdik, sakkozgatnak, ugye, de hát az nem jelent komoly versenyszintű játékot. De mondjuk szerencsére nagyon mégse panaszkodhatunk, mert az U16-os csapatunk most holt versenyben első volt a legutóbbi csapat VB-n. Tavaly mi rendeztük Győrbe, decemberben, ott is az élmezőnyben voltunk, azért vannak ügyes gyerekek. A sakkfesztivál résztvevői is ezzel a módszerrel készültek az aktuális ellenfélre. Az utolsó előtti játéknapon is minden táblánál kiélezett küzdelem zajlott. Ilyenkor már azért kialakulnak a sorrend nagyjából, és hát az élen, akit mondjuk meg tudja nyerni a versenyt, az természetesen az utolsó fordulóban is küzdeni fog egy jobb helyezésért. A nemzetközi mestercsoportban Papp Petra nagymesternőnk, aki az olimpiai válogatott tagja, az élen van, tehát ő neki van szansz arra, hogy férfi nemzetközi mesteri normát teljesítsen. A nyílt versenyen pedig hát a Faragó nagymester ott van az élen, de hát ott vannak a külföldiek is, németek. 2 német van, aki a ranglistán is elég erről szerepelt, és most itt a vége felé is az éltáblákon játszanak. Úgyhogy lehet, hogy külföldi siker születik. És ami a végeredményt illeti, a szlovák Spacer nyerte a nagymester kategóriát, a mestereknél ukrán győzelem született, míg az Open kategória győztese a paksi Faragó Iván lett.